Kezdjük is el. De arról volt szó, hogy megint csinálok egy ilyen videót. Mondtam az előző Clash Royale-os filmemben, hogy mi volt az videóban. És most arról lesz szó, hogy Clash Royale-ozni, játszani meg player ruházozni fogunk. Fogunk még sok mindennel ebben a videóban játszani, de most az a lényeg, hogy most belépek a player ruházba, hogy töltsek le játékokat. Hát, hogy itten mik lesznek, azok nem tudom. Kicsit lejjebb rakom magam. Mit írjuk be, gyerekek? Írjatok már kommentbe a következő részben, hogy mit játszok, mert most ugye nem élőben vagyok sajnos. Na, egyszer csináljátok. Majd a következő részhez. Ehhez a videó nem beírjátok, és akkor egyből meg leszek. Na, mindegy. Na, az lenne a lényeg, hogy én most beírok egy játékot, például azt, hogy mi az? Nem tudom, most értem, mi a neve, inkább beírjuk azt, hogy katonás játékok. Innen egy kicsit elrakom magamat. Oda inkább. Amerikai katonás csapás, ne. Lévadás, nem. Kommandó is, nem. Most rá meg kommandozni. Na, gyerekek. Gyerekek, nem tudom, hogy mit csinálunk. Ja, megvan, mi annak a cím, annak a játéknak. Robotvász. Lesz neked is tévé, mondta tata most. Hát ugye régebben volt egy ilyen vicces arcvágós videóm. És azt nem néztétek meg, az volt a címe, hogy Robi vagyok, nem is kicsit. Azt akarjátok, megnézhetitek, és az volt a lényege, hogy... Na? Sokan nézzétek, de hát sajnos nem vált be. Ha akartok valamit, ezzel a videó alá megírhatjátok, hogy mit akartok, és azt majd megpróbálom megteljesíteni. World of Tanks Blist. Ezt nem tudom, hogy mi, ennek nem az a lényege, hogy ebben a videóban még nem tudom, mi fog kisülni, de lesznek benne vágások szerintem, ami nem jól sikerült. Azt megpróbálom majd úgy kivágni, hogy ez ne is látszódjon, hogy eltűnt. És majd megpróbálok egy rendes indítást magamnak készíteni, de az nem úgy fog elkészülni, hanem úgy, hogy rajzolok valamit, ugye jó rajzoló vagyok, és bekapcsolok hozzá egy zenét, hogy na. És ezt minden videónak az elején megcsináljuk, amit akarok, és most már úgy lesz, hogy most 28, hát olyan fél órája csináltam egy másik videót, nem is negyed órája körül, inkább úgy mondom. Ott még nincsen semmi, az ilyen videó volt, és
csak ilyen első videójátékos videója, akkor még nem tudtam, hogy lehet kamerával is izélni. Megtudtam, hogy hogyan kell, és most már tudom én is. Úgyhogy most már mindig fogok ilyen videót csinálni, hogyha eszembe jut, és valami jó, akkor mindig csinálok valamit. Megpróbálok most is valami különlegeset csinálni, ami nektek tetszeni fog. Hát ugye tudom, hogy nem fognak rám ömleni a lájkok, meg minden, de azért legyen az, hogy na, nézzük meg már páron. Dislike-ot is tudom, fogok kapni, mert hát, na, a nézettségek sem fognak nagyon növekedni, tudom, mert már nagyon régen, de nagyon-nagyon-nagyon régen volt egy videóm, a Robi vagyok nem is kicsit, ugye az is úgy volt, hogy na, de nem néztétek meg. Ha valaki kíváncsi, az nézze meg, de nem lett jó, olyan, akkor még B-Turbo volt a kedvenc videósztárom, most már Barni, meg Zsumac. Tehát ez lenne a lényeg ennek a videónak, hogy... Ami vicceset kéne a gyerekek csinálni. Mit szólnátok egy kis YouTube-ozáshoz? Az mindig felvidít minket. Én mindenkit szerintem, mindenki szereti a YouTube-ot. Jász Karika, jász Ani! Na gyere ide! Aj, ne gyerekek! Nem hiszitek el? De most állóban kell, majd nézzük. Akkor Zsomac. Egyet csinálsz te is olyat, mint én. Oké? 360 doszkóp. Sziasztok, srácok! Úgy, nem gondoljunk! Egy újabb most már voltál egyet, úgyhogy most te jövök. Mindenki egyet, jó? Játszunk már! Ilyen videó nem van, mert úgyhogy igazából ez egy videószorú lenne. Úgyhogy ez a csatorna, ez a Olom Johnson Clash of Funny Mountain Montage. Ez olyan csatorna. Egyet én is csináltam veled ilyet. Akkor fogd már meg! Nyanka! Gyerekek, miért tudom, hogy a töltök is olyan? Hát... azt nem igen hinném. Ugyanis egy új játékot fogunk kipróbálni, illetve fogok én kipróbálni, ami nem más, mint a Brawl of Ages. Igazából az első dolog, amit észrevehettek, hogy nem telefonon vagyunk, tehát ez a játék nem telefonos. És azt kell, hogy mondjam, hogy akár lehet a telefonos is, de szerintem sokkal jobban áll ennek a játéknak, hogy képes, ugyanis ez a játék igazából a Clash Royale-ból vett inspirációt. Hasonlít, hogy meg fogjátok látni, több külföldi youtuber is csinálják már ebben. Erős vagyok. Mi van? Még nem sokan, kifele. És a játék beta tesztel is alap állt. Nagyon kezdetleges a dolog, hogy nem fog változni. Én még egy percet sem játszottam vele, tehát hogy lehet, hogy megvásároltam. Ma is nem töltött, nem játszottam még vele semmit. Ezekkel a játékokkal ne foglalkozzatok, hogy nem játszottam el sem. Minden jövök? Vannak ilyen vásárolók. Minden ez egy Steam-es játék, és én Early Access-ben elérhetővé tettem, és ti is elérhetővé, tehát ti is le tudjátok igazából tölteni, tök egyszerűen. Erről majd igazából eldön a végén eldöntöm, hogy csinálok a tutoriált, vagy nem csinálok a tutoriált. Igazából úgy gondoltam, hogyha nagyon sokan meg fogjátok nézni ezt a videót, mondjuk 25 000, és legalább 1000 like lesz rajta, akkor csinálok egy tutoriált, hogy hogyan tudtok ti is játszani a játékkal. Úgyhogy, ha tetszik, akkor nyomjatok egy like-ot, meg iratkozzatok fel, mindegy, nem ezért vagyunk itt. Hanem azért vagyunk, hogy kipróbáljuk a Brawl of Ages, ugyanis még tényleg nem játszottam vele egy percet se. Brawl of Ages, lehet, hogy át fogom rakni ugye a facecamet a másik oldalra, hogy attól függ, hogy hogyan lesz. Na, de nézzük, tölt a játék, tölt. Ja, itt van. Ó, hogyan hívhatunk? Már egyből? Mi? Ezt nem tudom jobban kinagyítani. Itt van mellettem. A párnánál, ott nem fogja. Ezt nem, mindjárt. Engem hívjatok, Zsomac jöttenek. Submit.
Na szóval, srácok, egy kicsit elcsesztem itt a beállításokkal, igazából, mert fogalmam sem volt, hogy hogyan kéne, és kétféle mód lesz igazából, amit a videóban így látni fogtok úgy igazából. Ugyanis a menü, amíg nem vagytok a játékban, az ilyen ablakos, viszont amikor elindul a játék, akkor full screen lesz az egész. Szóval indítom a játékot és berakom full screenbe a felvételt, úgyhogy hát ez fog igazából történni, úgyhogy indítsuk el. És mert az átmenet tökéletes, itt is vagyunk. Na, gyerünk, töltsél be játék, remélem, hogy minden jó amúgy. Mindjárt csekkolom is amúgy a dolgokat, de nézzük csak a tutoriált. Köszöntünk az arénába. Igen, a bal oldal az a te csapatodhoz tartozik. Tehát pont mint Clash Royale-ban, itt van az egy tornyunk, és ugye a bal oldal, csak itt az egész kicsit meg van fordítva. Ugyanis így nem álló helyzetben van a dolog, hanem fekve. És szerintem is sokkal királyabb, és egyszerűen nézzetek rá a játékra. Nagyon durva, nagyon gyönyörű, eszméletlenül királyul néz ki szerintem. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy pozitívum. Nagyon jól néz ki ez a játék. Szóval igen, egyszerűen elképesztő, amit ez a játék produkál kinézet szempontjából. Na, mindig menjünk tovább. Igen. Igen, a minden oldalnak van két fő tornya, és van két oldali torony. Igen, úgy nyerhetünk, hogy a fő tornyot leromboljuk, vagy több tornyot rombolunk le, ami jött az idő kifut. Természetesen ez tökülünk működünk testoljába. Igen, vannak kártyáink, a katonák. Elvileg ezeket nem lehet fejleszteni. Ó, ASDF gombokkal tudjuk ezeket nyomni, tehát baromi gyorsan le tudjuk őket rakni. Vannak épületek és varázslatok. Igen, a shortcutokkal le tudjuk őket rakni. Ez nagyon király. Azt mondja, használjam az alkártyát. De jó, ilyenkor megjelenik egy ilyen kockás nézet. A toronyhoz én nem tudom lerakni, úgyhogy én szépen lerakom most úgy ide. Húha, valami történt. Igen, az ellenfél. Igen, neki is vannak kártyák, nyilván vannak. Védjük meg a toronyunkat. Ja, most gondolom nincs sok dolgunk, úgyhogy... Ó! Oh. Igen, azt mondja, hogy védekezünk, úgyhogy lerakjuk gyorsan a kártyáinkat. Oké. Okay. Fogalmam sincs, hogy mi micsoda, de mindent lerakok. Igen, és ott van alul az elixír, vagy micsoda. Jaj, kicsit lejjebb veszem a játék hangját, még hogy véletlenül sem legyen hangos. Nincs elixírünk, mi? 5? De miért? 5 van? Ó, és ugyanúgy persze le tudjuk rakni. Gombokkal is ugye ide tudjuk húzni, de... Wow, ez gyors volt. És kép a játék a másik módba. Igen, ez így nagyon érdekes, hogy így full screen, nem full screen. Na mindegy. Közjáték. Így unlockoltam ezeket a kártyákat. 10-be kerül, 10 a maximum szerintem. Na, mindegy, gyerekek, a következő szerint videó nem ilyen lesz, nem lesz ilyen unalmas, hanem több játékot fogunk kitölteni. Kiasz. Vermillion. Sziasztok!